Köszöntelek titeket, kedves Battlefield.hu TV nézők! Hát eljött ennek is az ideje, újabb és újabb kihívásokkal kell szembesülnöm. Kijött a Battlefield 4, és ez itt az első túravezetésünk. Hát persze a teljes játékban, hisz a bétában már megmutattam nektek a Siege of Shanghai nevű mapot, de majd lehet, hogy még egyszer meg kell ezt mutatnom, tekintve, hogy az csak egy béta volt. Na majd kiderül. A mai pályánk az nem más lesz, mint Zavod 311, ami egy ilyen lepukkant orosz tankjár akarna lenni, legalábbis egy olyasminek kinéző pálya. És hát körülötte van összesen 4 darab kontrollpont és 400 tikettes lesz a kis küzdelmünk. Megegyezném már rögtön itt az elején, hogy szerettem volna a 32-es, illetve 64-es szerókon csinálni túravezetést, de akármelyik szeróra felmentem, laggolt nekem, mint a Vardy Snow, úgyhogy muszáj voltam egy ilyenen. Lehet, hogy ez még az első ilyen gyerekbetegsége a BF4-nek, de nem tudom, akár melyik ilyen nagy tumultusú szerverre felmentem, szétlaggoltam az agyamat, megkérdeztem másokat is, és nekik is laggolt, úgyhogy gyanítom, hogy nem az én gépemmel van a probléma, annál is inkább egy jó neten van, szóval na mindegy. Megkerültük itt egy kicsit az enemit, és már is a D-control pontot vettük szemügyre. Hát ott az egy illető enemi próbált vaddal eltávozni körzetemből, de hát azért próbáltam egy kicsit megrémíteni, hogy tudja, hogy azért én tankkal vagyok. Elkezdtük húzni a D-control pontot, és hát el is kezdődött a kis mérkőzésünk. Tekintve, hogy csak 400 tikettes ez a mérkőzés, de alig vagyunk rajta, így majdnem olyan, mint hogyha egy 1000 tikettes küzdelembe vennék részt, hisz el leszünk itt egy jó darabig. Na hát egy kedves emlé próbált volna meg felszállni itt azzal a szállító helikopterrel, de hát hamar megrémült a gépágyúm látványától, és sikerült is visszakényszerítenem a földre. Befoglaltuk a D-control pontot, és már is közeledik az enemi tank, egy Abrams, és megpróbálok itt elvegyülni a tankok közt ezzel az orosz tankkal, de úgy nem is rossz átszállnak itt bebújni a többi tank közé, és már is itt van előttünk, most az Abrams, és itt szépen a falpofáját elkezdtük lövöldözni. És csodálatos, mert egyik jó tanács, ha tehetitek tankcsaták esetén, mindig a hátulját célozzátok, mert ott sokkal nagyobbat lehet rájuk sebezni. Így két lövésből sikerült megsemmisítenünk ezt az Abrams-t, és már is ezt a jeepet vettük szemügyre. Hát van ennek is egy neve, de még nem pipláztam be az egész BF4-es járműparkot, meg összes fegyvert, meg ilyeneket, úgyhogy nézzétek el, hogy én ezt most még csak egy jeepnek szólítom. Hát azt látom, hogy ez nem hamör volt, hanem valami átalakított túró. Na, és már is megyünk a C és a B kontrollpont közelébe. Hát itt a drága jó pajtásaim befoglalták a B-t, meg kéne néznem az át. Általában ezen a mapon, hogyha nagyon-nagyon-nagyon sok tiketet szeretnénk szerezni, és a lehető legtöbb enemivel szeretnénk találkozni, akkor a B és a C kontrollpont között kell lesz majd mindig ingáznunk. Tekintve, hogy ez a két kontrollpont van a pályán a legközelebb egymáshoz, és valószínű, hát nagy esély lesz rá, hogy az enemi kezén lesz mindig az egyik, míg a ti csapatotok kezén lesz a másik, és hát általában mindig azért fog menni a harc, hogy mindkét kontrollpontot megszerezzük. És hát azért is jó az a két kontrollpont, mert rengeteg fedezék van, meg ilyen föld alatti kis alagutak, ilyen szerelőaknák, meg tetőről is lehet lövöldözni, úgyhogy egyik legtechnikásabb része lesz ennek a pályának. Mindeközben engem itt elkezdtek lövöldözni itt a nagy távolságból. Ó, ott van a kedves úriember, és hova tűnt? Ó, lefeküdt a drága, hogy maradj meg. Közben meg hátulról is lelőttek. Na mindegy, ezen előbb-utóbb úgy is túl kellett esnem. Lelőtt az enemi. Na de folytatjuk is tovább ezt a kis köröcskénket. Egyelőre az állás 381 a mi csapatunk javára, oroszok, meg 377 tiket az amerikaiak javára. Hát igen, ganaj amerikai technológia. Na de... merre is kéne menni, hát csak meg kéne vizslatni megint azt az A-control pontot, tekintve, hogy ott azért ellenséges erők mozgolódnak, vagy mozgolódtak, mert épp most lőttek le valakit. Úgyhogy egyelőre oké. Azt hiszem az a katyusa-szerű valamivel lövöldöznek ide az A-control pontra. Kedves jó csapattársunk. Vadászgépek ezen a pályán nincsenek, hanem helyette helikopterek vannak. Aztán szállító helikopterek, bár nem néztem még a teljes helikopterparkot, de mintha mással nem nagyon találkoztam volna, és most el is kezdtük húzni a B kontrollpontot, miután megsemmisítettünk egy enemit. És erről beszéltem, így csodálatosan szépen el lehet bujkálni, meg tök jól lehet magunkat védeni, hisz csak a lépcsőkön tudnak hozzánk férni az illető úriemberek, illetve még a C-kontroll pont felül, ha a szerelőaknán, vagy azon az alagúton keresztül jönnek, akkor esetleg onnan, de ezt általában nem nagyon szokták használni, legalábbis eddig még nem. Lehet, hogy majd a jövőben majd ez lesz az egyik legforgalmasabb útvonal a harcoló feleknek. Íme ez a kis szerelő alagút, én imádom, tök jó itt mászkálni. Nem is nagyon tudnak elbújni előlem, ha. Régi firkombatos korszakomat itt tudom kiélni. Na de, itt most a C-kontroll pontot közelítettük meg hátulról, és húznunk is kéne itt a dolgokat. Hát ezen a részen hát ez valami gyárszerűség akarna lenni, hogy most megint egy emény. És ezek a nagy bösz meg gépek itt valami prések lennének. Pontosan nem jöttem rá milyen prések, már ilyet még azért annyira nagyon nem láttam. De a lényeg az, hogyha alámászunk és valaki megnyomja a gombot, akkor ezek szépen összepréselnek minket, és hú, ott örülhet magának, hogy jaj, de jó, összepréselt a enemit. De megnézem ki az, aki egy prés alá bújik be, fedez egy gyanánt. Na mindegy, ezt a részét úgy annyira nem értettem így a Frostbite 3-nak. Én esetem most face-to-face találkoztam egy tankkal, hát és most mit ad Isten, a tank került ki győztesen. És el is kezdte húzni vissza a célkontroll pontot. Apropó, általában még itt nagyon az elején, én azt vettem észre, hogy mindenki azért a mérnökkel próbálkozik itt valamit kezdeni. És most felfedeztem valami újféle fegyvert, ne kérdezzétek a nevét, mert mondom, még nem bifláztam be mindet. Olyasmi, mint a RPG, de mégsem, már mikor a célpont közelébe ér, akkor bizony magától rákanyarodik. Hát ilyet én még nem pipáztam, ilyen kajak van élőbe is, hogy izé. Ó, na, megsemmisítettük ezt a tankot. Szóval nem is kell becéloznunk úgy jóformán a dolgokat, csak úgy nagyjából olyan 2-3 méteres körzetébe kell érkezni annak a rakétának, és onnantól kezdve ő séppel rámegy az irányra. Ez valami hőérzékelő cucc akarna lenni, vagy nem tudom. Mindenesetre olyan ívekbe képes kanyarodni, amire szerintem fizikailag lehetetlen, de hát ki tudja, lehet, hogy tényleg van ilyen a valóságban, és én sem vagyok egy ilyen haditechnikus meister, de azért ez durva volt. Mindenesetre, hát mit tudom én inkább tényleg ilyen RPG-t, meg ilyeneket használok, és használnék, hogyha ki lenne unlockolva, de hát még nem egyedül egy Stingert bírtam ki unlockolni. Hát hiába ilyen az én formám. Na de. A C-kontroll ponton közben visszabehúzta az enemi. Ó, és itt hagyta a tankot, öreg hiba. És hol vagy haver, hol vagy? Ó, jó, van, az egyiket sikerült megsemmisíteni. Közben felettünk egy szállító helikopter huant le. Megint visszamászunk a kedvenc kis szerelőaknánkba, a C-kontroll pontot egyelőre hanyagoljuk, megpróbálunk az életbe maradásra koncentrálni, mert hát azért az se egy rossz dolog. És mint olyan ezt hallottam volna itt valahol. Ott és ott az enemi, ó, de jó, meghalt. Jól van, és már is itt vagyunk a B-kontroll pontnál, elkezdtük húzni a zászlót, szépen bekempelünk ide, mert hát szeretünk kempelni. Meg amúgy most szalgálhatnék én itt körbe-körbe, de akkor nagyobb esélye van annak, hogy lelőnek. Itt meg tök jó védve vagyok. És én hamarabb fogom meglátni az elemit tekintve, hogy ha lejön a lépcsőn, akkor először a lábát meg kell, hogy lássam, és ő még nem lát engem, tehát kvázi előnyben vagyok ezen a részen. És egyelőre nem is nagyon jött ide enemi, úgyhogy nyomom tovább itt a zászlóhúzást. Az állás jelenleg 334 és 328. Hát még mindig mi vezetünk, bár nagyon pinduri előnyel, de azért mi vezetünk. Ó, feljött Reason is a szerverre. Ja Istenem, remélem, hogy velem van, mert akkor hamar megmakkanok. Ó, na, megint sikerült egy ellenféllel végeznem. Ellenfellel, hát végülis úgy is. Na és megint itt van valami enemy a cén. Egy elemi tank van itt a C-nél. Ó, meg egy mérnök. Meg valami annak látszó. Jó van. Azt mondja. Ó, de jó. Pont előttem ment be az illető úriember a tankba, úgyhogy kénytelen voltam gyors ütembe elnyomni egy valami fegyót. De fel is élesztettek engem, csak hát közben azért megint ide dörrentett a tank. Épületen keresztül, vagy nem tudom, hogy látta meg a ott fekvő tetememet a földön. Hát ez egy érdekes rész volt a játéknak, nem mindegy. Azért a BF3-nál már hozzászoktam az ilyen furcsaságokhoz, gyanítom itt is lesz szép számmal. Tekintve, hogy a beta alatt is annyi buggal találkoztam, hogy még. Na, megint ugyanaz, de jó vagy haver. Volt olyan bug, amikor tényleg a hulla lőtt le engem, és utána képes volt még elmászni. Kicsit ilyen holtokhajnolás feeling. Na, akkor leszületünk a B control pontról, tekint, hogy az az egyetlen általunk birtokolt control pont, vagy mégsem. Ó, és íme most prezentáltam azt a kvázi baró gyorsan az emberre kanyarodó, vagy hát a járműre kanyarodó rakétát. De valamiért nem tudtam, vagy nem sebződött rá, csak épp oldalra döntötte a helikoptert. Érdekes. Ilyet sem nagyon láttam még. Lesz mit tanulnom megint ebbe, úgy látom. Na, itt a tank, és sikerült megint egy tankot megsemmisítenem. Csodálatos, itt volt az ideje. Olyan rég semmisítettem már meg tankot, hát komolyan mondom, rendesen hiányzott. Ó, hanyan vagyok, öcsém, hát komolyan mondom, ezt a túlerővel, hát nem bírok. Na, úgy látom, kezdünk azért lenni megint egy páran a szerón, remélem idővel nem fog elkezdeni laggolni, mert akkor egy kicsit agyfasz kapok. De csak nem fog tán ez bekövetkezni, hölgyeim és uraim. Na, és kihasználom azt a kis előnyömet, hogy a csapattársaim rendszeresen nem használják a járműveket, inkább infantrizni próbálnak, és így nekem általában mindig szabadon maradnak a tankok, meg ilyenek, amivel tök jól lehet embereket és népeket pusztítani. És meg kéne keresni valami enemi járművet, mert ha valami lett volna is spotolva, de lehet, hogy mégse. Olyan furcsa látvány volt. Na. Egyelőre semmi. Mi a manó? A roncsot valahogy el kell innen semmisítenem. Aztán megpróbálom húzni a zászlót, de hát tankkal esélytelen, mert... Hogy is mondjam. De miért nem ment a csík? Itt vagyok a zászló szövébe, már rég mennie kellett volna a csíknak, de még csak fel sem villant, hogy nem mozdul a csík. Érdekes. Na jó, akkor mit évők legyünk, akkor elnézzük a D-control pontra. Ott amúgy is kisebb a enemi aktivitás. És már is itt vagyunk, és lazán tudjuk húzni a zászlót, és még csíkot is látok. Ó, Istenem, nem hittem volna. És rövidesen úgyis le fog születni az amerikaiaknak is az Abrams-e. És ebben az a jó, hogy akkor face to face megint lesz egy tankpárbajunk. Csak az a kérdés, hogy merről fog jönni, és már hallom is a hangját. Jön már az illető úriember. Nem erről. Lehet nem is hallom a hangját. De, itt jön az. Ott van az. Ott az, hogy tudok így menni, Istenem. Megnézzük, mit tudunk a hátul sebezni. 42, azaz. 63. Még sebződök. Mennyi ereje van ennek, te jó Isten, hagyd már meg. És nem halt meg. Na, azért meghaltna. Istenemre mondom. Sikerült befoglalni a D-control pontot, és úgy néz ki, hogy meg is tartottuk, nem beszürkít. Mi a manó? Azt gondolom, már nem kell visszahúzni. És itt is vagyunk, emelkedik az zászló, emelkedik. Pár aknát elhelyezek a biztonság kedvéért, mert úgy is szeretnek ezek ide mászni. És egy helikopter is jön itt a közelbe, ami le is szállt. Na hát ez aztán nagyon pörgős volt. Én leraktam ide pár dolgot, és belemelkedett az helikopter. Hol megy? El kéne kapni. Ó, nem hiszem is, nem kanyarodik rá. Mi a manó? És közben ezek engem akarnak, valaki engem spotolt, emberek, valaki spotolt. Ez az, és sikerült elkapni a helikoptert, de mint látható, csak oldalra dönti. Ettől megrémül az elemi, és egyből katapult, meg minden. És lejtőenyőztük a tetőre. Na jó, hát én ezekkel nem fogok most egy galomb lövészetet tartani. Szépen lemegyek ide a vakon módba föld alá, aztán megnézzük a B-control pontot. Alapul a szürke. Nem is fognak feltartani a többiek. És ne nézzük. Hát, itt tiszta a levegő, úgyhogy megyünk vissza a célra, mert az van szürkén. Az álláseleg 318-300, úgyhogy még mindig mi tartjuk azt a hajszányi előnyünket. Ami tényleg csak egy hajszányi. És... Ó, itt egy enemi. És... Na végre elkezdtük húzni az zászlót, hát nem hittem volna, hogy én ilyenekre is képes vagyok, megjelent a csík. Oh, hihetetlen. Na, hölgyeim és uraim, micsoda izgalmaknak lehetünk szemtanúi, sehogy semmi. Valaki lejtőernyőzött. Megállt a csík. Ketten vannak itt legalább már. Ó, itt van. El kéne kapni a másik úriembert is. Ó, valaki ledobott egy gránátot, és le is lettem sebződve. Hú, 21% komoly lesz, komoly lesz. Áh, meghallott. Fenevinnel. Jaj, de nehéz a rambók élete. Istenem! Mindig csak disznót győzni, meg ilyenek. Ah. A D a szürken, azt gyanítom, mivel a mi emberünk között nincs, hogy senki, be fogja húzni az enemi. Most itt vagyunk az A-nál, és húzzuk vissza az ázót, miután volt itt valami, de megállt megint a csík. Meg kell keresnem, hogy hol található az ellenfél. De az ellenfél az valahol észak-észak-kelet irányba tartózkodik. Jaaa... És nem bújik elő. Már megint ez a... Splintercell harc, hát nem bírom. Hol bújkálsz, te Gani? Hol bújkálsz? Hát megpróbálom megkeresni az illető úriembert. Valakire rásebeztem, oké. Egy úriember meghalt. Remélem csak ennyien voltak itt, de nem. Már még mindig nem mozdult a csík, úgyhogy muszáj vagyok még itt tartózkodni. Hol húzott a szemétláda? Úgy imádom, hogy mindig bújkáltok előlem. Mára vagy te ganef. Nem egyszerű, nem egyszerű. Hát na jó, hát addig mászkálunk, amíg nem lesz meg jobbat. Nem tudok, csak ezzel az a baj, hogy értékes időt és energiákat vesztünk. És annyira jó, hogy ott az a tank, ha semmit lövi, ahelyett, hogy ide jönne segíteni húzni az átló. De ez az, ha várna semmi gond, menj el meghalni. És eltűnt innen az illető úriember, vagy meg semmisült. Sose fogjuk megtudni. Mindestre elkezdtem tudni húzni a zászlót, és már is ott jön valahol. Az enemink. Úristen, mi van itt? Kijáték. Na, talán itt a tank biztonságosabb lesz. Ellenséges helikopter. Körzetünkbe. Zárótűz. És lehet, hogy annak az épületnek lassan össze kéne dőlnie. Hála a jó Istennek, itt azért jobban vannak megcsinálva a dolgok. Itt a BF3-ban voltak, ott ugyanis nagyon minimális, bár épületnek a Holdolfola vagy Netán nagyon ritka esetekben volt olyan épület is, hogy ténylegesen így ízi a szará lőttük, akkor összedőlt. De itt azt vettem észre, hogy azért a épületeknek nagyjából az ilyen 50%-a képes az összedőlésre, és a maradék 50%-ot az pedig már olyan szinten román lehet lőni, csak hát nem nagyon dől össze. De mit tudom én, még nem játszottam annyit, hogy végigteszteljem az összes pályát, meg ilyenek, mert hajt az idő ugyebár, meg én segemet is így pocsékolják hátulról, hogy videó. Úgyhogy ebből a tapasztalat mennyiségből, amit én idáig megszereztem, ennyit bírtam kideríteni. És húzzuk most a D-control pontot, sehol legyen emi. Újra, sehol legyen emi. És beszürkült. És már is jön az enemi tank. És össze fogjuk mérni vele az erőnket, ami vagy sikerül, vagy nem. Já, ezt potoltam, és most kis csalás megkerül minket, tehát valaki potolt minket is. És rákanyarodott a rakéta, de nem sebződött. Mi a manó? Ó, imádom, itt ez a Levolution. Kinyitottuk a vasúti kocsit, yeah! És rálövünk. És megint nem sebződött, viszont ő egy lövésből kilőtt. Ah, nice. Hát muszáj leszek ide visszajönni, úgy érzem. Vagy nem. Majd meglátom, mennyire vagyok tömeggyilkos hangulatba. Hát csak visszamegyek én ide. Nem bírom én. Muszáj bosszú utánom. Hol az enemi? Hol az enemi? Ah, ott az enemi. De jó vagyok. Ó, de valaki jobb nálam. Na, alakul a játék, alakul a játék. Megint egyenlő a félállás, és 307 tiket a mi javunkra, 273 a amerikaiaknak. És még mindig tartjuk az előnyünket. Ez meg hogy került ide? Úgy nézem, kezdek kijönni a gyakorlatból. Egy simán megsemmisítette még a csapattársamat is. Istenem, ne hagyd, de kemény. és akkor irány az A kontrollpont. Egy quadbike. Hát kipróbálom ezt is. Már mondjuk olyan sok mindent nem kezdem próbálgatni, mert ez meg a PC2-ben van benne. És nagyjából ugyanúgy is megy, meg ugyanúgy is néz ki. Itt én egyszer egy olyan quadbike-ot elfogadnék, aminek izé az oldalán rakétavető, vagy nem tudom, valami izé fegyvert csak raknak ilyenekre is. Nem hiszem, hogy csak úgy naturál mennek quadbike-okkal. Bárki tudja. De hát, hogy képesek rá. És megint megközelítjük a B-kontroll pontot. És ahol senki. Jó van. Na hát akkor visszahúzzuk ezt a zászlót. De még valahol van itt egy elemi a közelben, már bizony villannak fel a piros háromszögek, villannak föl. Csak megkeresem én. Muszáj leszek. Egy megvan. Még egy. És sikerült beszürkítenünk a zászlót. És maradunk a védőzónába. Kilkamból meg ilyenekből láthatta az enemi, hogy hol tanyázunk, hogy valószínű ide fog majd vissza iparkodni. Megpróbálok résen lenni. Arról nem számítok ellenségre. És most megállt a zászló, tehát enemi van a közelben, és ott is van a lába. Jó van, haver. Ja, őt is elkaptuk, úgyhogy megyünk vissza a C-kontroll pontra, ami most szürke, de hamarosan enemi kézen lesz. Véleményem szerint. És megkaptam végre az RPG-t, nem hiszem el, megkaptam az RPG-t rá. Istenem, hosszú évek kitartó munkája. És végre kifizetődött, ó, és ott jön a tank. Sikerült rásebeznem. Mondjuk elég keveset lehet sebezni a tankokra ilyen cuccokkal. Jól számoltam, egy oldalból kb. 4-et vagy 5-öt kell belelőjek ahhoz, hogy megmurdeljen. Hátulról meg azért nem mindig sikerül úgy oda mennem, hogy mindig a hátában legyek, mert azért... De akkor se viszi túlzásba a sebzést, talán azt hiszem 50-et sebzek olyankor. És hova lett a tank? Távolból próbáltak lelőni, de hát most mit ad Isten, nekem úgy jobb a aimom. Na. És húzzák a D-t, de csak elhelyezek én itt pár aknát, mert jó lenne. Régen is mindig bejött az aknázás, talán most is működik. Majd kiderül. Itt vagyunk a D-kontroll pontnál. De mi nem tudom hol van, de húzzuk vissza az ászlót. És peregnek is a tikettek szépen. Mondjuk azt nagyon jó ötletnek tartottam a dice-osoktól, hogy nem egybe kaptuk meg így a tiketteket egy zászlóhúzás alkalmával, és most megállt a zászló, tehát nem jó van a közelbe. És már megy vissza a zászló. Nem lesz ez így egyszerű. Nem csak az az enemy van közelben, de hol van, el kell kapni azt lehet. Na végre. Ez könnyen ment. És megkeresek az enemit. Ott van valami incidens. Jó van. Egy úriemberrel sikerült végezni, de valaki végzett velem is. És ne lepődjetek meg, itt is jellemző lesz ugyanaz, ami a BF3-ban, amikor befordultunk már réges-rég egy sarkon. Akkor is meg fogunk halni, úgyhogy ne is próbálkozzatok ilyesmivel. És megint itt van szabadon a tank, úgyhogy már nem kell tankolni. Mindig tartjuk az előnyünket. 2 kontrollpont a miénk. Egy szürkén, most hát 2 szürkén. És mind a 2-t húzza valaki. Hát az áll szerintem meg lesz nekünk. De van itt egy enemi a közelbe, úgyhogy vele fel kéne venni a pontokat. Legalább egy enemi van itt a közelbe. De hajlamosak ezek mindig egymáshoz panolni, úgyhogy hamar elszaporodnak, mint az amőbák. Ó, és már repül is felém az RPG, és nagyon jó, meg füstön keresztül most végre nem tudom őket botolni. Na, ott van egy úriember, és nem sikerült eltalálni. Hogy ugrálnak a drágák? Na, valaki sikerült végre eltalálnom, talán szét kéne lőnöm azt a házat, mert nagyon bujkálnak benne. De most legalább megnézzük, hogy hogyan dől össze. És sikerült össze. Na. Végre egy enemivel sikerült végeznem, de még mindig van. Nem hiszem már, hol vagy gyerek? Ott van előttem. Ott. Bolj ki. Ó, pedig a fejére céloztam. Hogy szalad? Ott megy. A nyúl. Á, elfutott. Na jó, hagyom itt neki a placot, hagyj húzza vissza, azt megjövök. Micsoda fajírtást rendeztem én itt. Na. Hagyom neki itt a placot, hagyj mókázon, addig megyek húzni a C-t vagy a D-t. Minden perc számít. Amúgy azt vettem észre, srácok, hogy nem kell nekünk hűde nagyon master ilyen jó játékosnak lenni, az, hogyha elsők szeretnénk lenni egy játékon, most egy érdekes órás volt. Hanem általában mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy az épp aktuális adott helyzetben mi az a leghatékonyabb módszer, amivel mindig pontot tudunk szerezni. Hogyha javítanunk kell, akkor javítsunk, hogyha gyógyítanunk kell, akkor gyógyítsunk. Ha netán ott van előttünk pistike, akkor hát tarkon kell lőjük. De ha netán zászló van a közelben, akkor bizony érdemes lenne az húzni, és így mindig a leghatékonyabban tudjuk kihasználni azt az időintervallumot, ami egy kör alatt rendelkezésünkre áll, és így a lehető legtöbb pontot tudjuk mindig összeszedni, és én vagyok a leghílesebb játékos, meg alapból nem is olyan a gépem, hogy hú, de nagyon tömegmészállás, meg holokausztot rendeznek egy-két szerveren, ahogy pár emberke szokta, mert vannak ám ilyenek is. De ennek ellenére publikon csodálatosan lehet játszani, még gyenge géppel is. Hát ez a felvétel, amit most jelenleg mentem, ez egy... hát elmondom milyen a konfigom, aztán levonjátok a konzekvenciákat. Hát a processzor az egy Phenom 2 X4965-ös, 3,4 GHz-es, nem húztam túl, tehát ez alapból gyári. Van benne 16 giga DDR3-as RAM, 1333 MHz-es, azért 16 giga, már szerettem televenni az alaplapot, ennyi, semmi extrém tulajdonság nincs, ami ezt indokolná, szerettem a 16 giga RAM-ot, na ennyi. És egy HD 7770 GHz Edition, 1 GB DDR5-ös RAM-mal, és mint mondtam is az előbb, 1 GHz-en megy, és... hát a felvétel, amit most láttok, az full low grafikán készült, 1280x720-as felbontásba, de mint látjátok, stabilan van itt is 60 FPS-en. De aki nem akar mondjuk felvenni, hát felvétel nélkül 90-100 FPS-en van, tehát még azt se tartom kizártnak, hogy full HD-ba is elmenjen legalább 30-40 FPS-sel, mondjuk low grafikán. De majd idővel le fogom tesztelni azt is, csak hát még nem volt annyi időm, hogy én ilyenekkel foglalkozzak. Na de... a 268 tiket a mi alunkra, és 143 tiket a zenemié, úgyhogy hamarosan vége lesz ennek a küzdelemnek, ami egy kicsit maratonira kezd nyúlni. Már vagy egy fél órája nyomom be a kávé, 28 perce. Mennyien vannak itt, öcsém. Bebújtak ide a izé mögé. Hát mondjuk az jogos. Nem is számítottam ott rájuk. Na, mindesetre a csapattársam, ezek próbálják visszafoglalni a B kontrollpontot. Le is születek itt rájuk, úgy nézem meg is lesz, és a C kontrollpontnál ott van egy tank, úgyhogy majd azzal el kell ezt diskurálni, gyanítom életbe fog maradni, amíg én odaérek. Na, kedves pajtásaimon úgy vettem észre, hogy azért annyira nagyon nem mennek rá a járművekre. Igen, meg lesz a B kontrollpont rövid időn belül. És már is jön az enemy, kihasználom, hogy kedves kollégámmal volt elfoglalva. Valaki dobott itt egy gránátot, de nem foglalkozok vele, a kedves kolléga megoldja. És ide jönk, megvizslatjuk a tankot. Nekünk háttal van a tank, ez jó jel. Nem háttal volt? Azt hittem háttal van, a fene. Ja nem, nézem, most minden minimapont szemben volt, azért sem vesztem ilyen keveset. Mindenesetre megsemmisítettünk egy snipert is, és már is vonul el innen a tank. Úgyhogy utol kéne érni. De ha nem jön ide, vissza lehet húzni kéne az ászlót. Nem tudom, mit évő legyek. Hát beszürkítem az ászlót, már csak ne tudjanak ide leszponolni. Azzal kicsit nehezítem az enemi dolgát. Úgy látom, kis medic pack is van. És. Csak meg kéne vizsgálni azt a tankot. Megjelemi. Na hát ez ilyen döntetlen volt. Jaj, de ahhoz képest 1% helyalt. Az jó. Jaj, hölgyem és uraim, micsoda mérkőzés. És leszületünk a célra. Nem, egy tankba születünk le, már van tank szabadon. És megyünk tankolni. Jaj. Valahol itt lesz előttünk, ó, ott menték vados enemi, ment az ára húzni. Sőt, már húzza is rendesen. Na, azt mondja, hol bújik azt a szemét, hát nem foglalkozok vele. Már nem kéne a tankra, már elvonják itt a figyelmemet, aztán képes még izé engem kinyírni. Meg nem szeretem, hogyha vannak ellenfeleim, így ilyen járműterileg. Hát sehol nem látok tankot, lehet megsemmisült, úgyhogy behol jövök ide a B-re és elkezdem húzni. Ilyenkor érdemes mindig, én el szoktam menni ilyen gépágyú és gépfegyveres állásba, már meg tudom, én szeretek ott lenni, gyorsabban tudom lerabálni a gyalogságban a közelbe, mint hogy a csövet forgassam, bár van, aki ezt vitatná, mert vannak nagyon pró játékosok, akik a löveggel is tök jól írtják a gyalogságot, de mit tudom én ezt jobban szeretem. Egyik kedves csapattársam beszületett ide mellém, úgyhogy gyanítom a volánhoz már nem fogok visszajutni. Hát csak az a kérdés, merre fogunk menni? Merre fogunk menni? Hát úgy néz ki, a kedves csapattárs sem merre se, úgyhogy itt is hagyom magára, hagyom ózon. És megyek én szépen a C-re, legalábbis megpróbálkozok vele. Hát úgy néz ki, ez egy bölcs döntés volt, hogy most sikerült végeznem az egyik illető úriemberrel. És itt vagyunk a C-kontroll pontnál, és el is kezdtük húzni az zászlót, de mindeközben ott megy egy enemi, akit el kéne kapnom, meg meglátja, villog mellett a zászló is visszajön. Na, ő megvan. És húzzuk tovább a zászlót, tehát ezt muszáj volt megtennem. Az a gond, hogy itt a lemezek meg már minden román van lőve, úgyhogy hát nem igazán tudok olyan helyre elbújni, ahol épp nem látnak. Úgyhogy megpróbálok ilyen cseles maradni, azt inkább óvatosban nézelődök. Mindig érdemes megkeresni a zászlónak a húzókörét, mármint azt a részt, ami a legtávolabb van a zászlótól, de mégis képesek vagyunk húzni, és ott keresni magunknak valami fedezéket, mert a enemi reflexzerűen mindig a zászló közvetlen körzetébe keresi majd a sejhajunkat. Ó, és megtaláltak felülről. Nem baj, a tankra legalább rá tudtam egy picit sebezni. Jaj, Istenkém! Nem lesz így ám egyszerű, mindig ilyen potyognak az enemik a fejemre. És mit ad Isten, most nézem, 3 kontrollpontja lesz nem soká a kedves eneminek, úgyhogy ezt nem kéne hagynom, és most a B-t azt gyorsan beszűkítjük. Sikerült ide jókor leszületnem, úgy látszik. Az állás jelenleg 250-125, és most a mitiketjénk száma egy picit megtorpant. Na, jól van. Sikerült, sikerült! Most irány a C kontrollpontnál, azt is meg kéne szerezni, nem szabad hagyni érvényesülni az enemit. Jó van, egy újabb úriemberre sikerült végeznünk. Most itt az elején annyit tudok tanácsolni, még akik nagyon most kezdik a játékot, de gyanítom már jóval több olyan játékos van, akik nem most kezdik, mint akik most kezdik. Mert általában akik nézik a videómat, azok vérprofik vagy nagy fanok, de mindegy. Azt tudom javasolni, hogy mindig próbálgatjuk állítani ezeket a különböző fegyverkiegészítőket, mert például ez a fegyver is, amivel megyek, hát legelején alig bírtam vele lőni, aztán ráraktam valami mó, izé, akármi hülyeséget, és azóta olyan pontosan lövök vele messzire, csak épp célozni felejtek el néha. Jaj, na de. Most ez a két ellenséges tank van, ó, és ez belement az egyik aknámba. Ó, és megsemmisült, vagy nem semmisült meg? Mi a vadafa? Majd már meg öcsém. És nem semmisült meg, hát? Ezt a tankot. Na most semmisült meg. Jó, van, azért szeretek szép munkát végezni. Jaj, belement a másodikaknál, majd jó, van, hát megéri ezeket lerakni. Hát amúgy, hölgyem és uraim, volt egy olyan cikkünk is, vagy van egy olyan cikkünk itt Battlefield.hu-n, hogy megéri-e Battlefield 3-at venni, meg ilyesmi, hát... Uraim, én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy Battlefield 3-at nem éri megvenni. Tele van bugokkal, nincs benne szpektátor, és gépigényileg nagyjából ugyanaz, mint a BF4. Na jó, azért egy picit erősebb a BF4, de én mégis azt mondom, hogy figyeljetek, aki tényleg hosszú távon szeretne jót játszani, az BF4-et vegyen, a BF3-at már tényleg nagyon felejtős. Persze lesznek, akik ezért is kritizálnak, hogy ahogy mondhatok ilyet, hát ő azzal játszik, és ő nagyon élvezi. Hát jó haver, akkor te játszál azzal, én meg majd nézem itt a spektátorral, meg mindennel, közvetítjük a barokat, meg ilyenek. Lesz benne közösségi élet, meg bajnokságok, meg... Hú, de jó, na ezt betalált végre. Pedig ez oldalról kaptál, de valahogy mégis hátulról sebzett, és 56-os sikerült rá hitel, nem? Az ilyen munkát szeretem. Hát csak meg kéne keresni megint azt a tankot, hogy hol bujkál. Oké, most 21-esig ez rá hitelnem, és közben ott van egy úriember, akit el kéne kapnom. El kéne kapnom. Ah, felment a létrán. Na, mindegy, most hagyom, hogy egy tankkal kell lemészárolnom. Hát na jó, nem sikerült. Mert inkább a létrással kellett volna foglalkoznom. És 46 hitje van a tanknak, ha hagyom a nóba. Hamar visszagyógyult. Nem baj, megyek én is tankkal, aztán nem lesz ez olyan sokáig jól ápolt. Zárás jelenleg 240, 110, és hát azért nagyon ragaszkodik az életéhez az enemi. De hála égnek most 4 kontrollpont van a mi kezünkön, úgyhogy hamar fog fogyni. És most visszavonulóban van a tank. Nem is rám figyel, úgyhogy gyorsan meg kéne vizslatnom. Jól van. Na hát az ilyen munkát már szeretem. És közben volt az enemi helikopter. Megpróbáltam löveggel leszedni, de hát esélytelen. Úgyhogy átmegyek ilyenkor mindig gépfegyverbe, és akkor onnan hitelgetem szépen. De lehet jócskán adni nekik ilyenkor a golyót, meg amúgy nem tudom, én azt vettem észre, hogy sokkal jobban sebzi a mostani gépfegyver az ilyen levegőben lévő járműveket, mint a annó a BF3-ra. Mert ott nem tudom hányszor lőnöm kellett a helikoptert is, még végre megérezte, hogy egyáltalán mintha lőttek volna, vagy valami. Itt meg azért meglövöm ott egyből, Isten, meneküljünk! Sikerült egy újabb úriemberrel végezni. Na, láthatjuk a Levolution akció közben, már most dört le itt valami oszlop. És itt vagyunk megint a C-nél, és mögöttem az enemi. Csak az a kérdés, hogy merről fognak támadni, lehet, hogy felülről? Hát felülről, csak ezek olyan fönt vannak, hogy ezt meg már én nem tudok mit csinálni. Úristen, mit csinálnak ezek? Nem menekülni kéne. És ott van egy úriember, vajon le tudom eszedni. Hát persze, hogy nem áll még föntről is gránátvetővel. MBT Love, na, végre megtudtam, mi ennek a túrónak a neve. Végre leültek a tetőről, te is megérdemelted? Hát az enemi egyre szorultabb helyzetben van, mi pedig egyre királyabbak vagyunk, úgyhogy jó. Nem panaszkodom. Lerakok meg itt ide pár aknát, de ma honnan lőnek, azt látom már. Honnan abból a jeepből. Jó, sikerült ráhitelnünk picit, hogy megrémüljön. Mondjuk az a gáz, hogy 43% a HP-m. És hamar le fogok én itt amortizálódni. Hogyha sürgősen nem teszek valamit, de jön egy enemi tank is, amivel meg kéne birkóznom. Jó van, 51-et ráhiteltem. Szemből, hogy a vak. Ez hogy? Oké, megint 21, számoljunk. 100-nál több nem lehet. Megint 21, már csak egy nagyon kevés lehet neki. Úgy is elkaplak, haver, úgy is elkaplak, nem menekülsz. Gyerünk. Ez azt tudtam, hogy meg fogsz pusztulni, jó van. Ó, és nagyon fogy az enemi tiketje. Közben jön egy másik. Ó, ezzel is sikerült végezni, na kezdek belejönni itt a végén, és ott van még egy. Jó van, ő is megpusztult. Na pont a végére jövök bele. Még 2 tiket, még egy, és győztünk, hölgyem és uraim, kérem szépen. Micsoda küzdelem volt ez itt Zavod 311-en. Conquest mérkőzésbe. Hát, én végig izgultam ezt a kis csatát, és remélem ti is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek az első hivatalos BF4-es túravezetésemet. Remélem tetszett mindaz a kis móka, amit láttatok. Találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!